azért egyik nagy fölfedezetje, aki berobbant az életbe a világ élvonalába, és aztán az idén a Debreceni országos bajnokságon is 200 külvonból letett az égegyét, Milan Kristóf. Nem csak a hazai, hanem a nemzetközi sajtó és a szakirodalom is már úgy emlegeti, hogy új világsztár született. Egyszerűen Serpenci Attila, aki erről fog elmondani. Kristóf első nemzetközi sikereit 2015-ben érte el, akkor az úgynevezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, amit Tbilisiben rendeztek meg, 15-16 éves fiúknak rendezték ezt a versenyt, ő akkor 15 éves volt, 100 méteres kilangószás döntőjében nagy meglepetésre, kellemes meglepetésre negyedik helyezést szerzett. Ekkor még olyan nagyon nagy jövőt én nem láttam benne. Az igazán komoly áttörés a következő év 2016 nyarán következett be, amikor ifjúsági Európa-bajnokság hódmezővásárhelyén került megrendezésre, ahol a 200 méteres kilangószás döntőjében korábban két percen belül még nem jutott, itt a döntőben viszont egy fantasztikus eredményt produkált, 16 évesen tudott nyerni a 18 évesekkel szemben, úgyhogy a másodikra majdnem egy testhoz lehet, 1 perc 56-ot húzott, akkor 1 perc 56-77-et. Ez egy olyan teljesítmény volt, amire a szakemberek fölkapták a kérdező, hogy ez a gyerek, ez tényleg nem akármilyen képességű. Én benne akkor fogalmazódott meg először, hogy
kisokból esetleg akár világkapcsis is lehet. Ez sok-sok kérdőjelettel azokosan. Következő év a tavalyi év volt, amikor viszont már valóban nemzetközi kasztissá nőttek magát. Kezdtünk először nyáron Izraelben az ifjúsági bajnoksággal, ahol 200 méteres kiambúszásban első helyezést szerzett, és rögtön fölkerült a világbajnoki ranglista legjobbjai közé. Aztán jött rá 5 héttel később, vagy 6 héttel később a nyári vizes VB Budapesten, ahol 100 méteres kiambúszásban ezüstérmet szerzett. Majd egy nehéz időszak, onnan még augusztus végén Indianapolis-i junior világbajnokság következett, ahol újra csúcsvonalba kellett kerülni, és úgy érzem, hogy kiválóan sikeredett neki, hiszen 100-200 kiambúban aranyérmet szerzett, emellett a két vágóaranyér, négy aranyérmel napában érhetett haza. De a történetnek itt még nincs vége, hiszen két héttel ezelőtt zajlott Debrecenben az országos bajnokság, ahol a 200 kiambúszás döntőjében Kristóf az elért eredményével világranglista első lett, majd napig jelen pillanatban ő vezeti a világranglistát 200 méteres kiambúszásban. És nagyon bízom benne, hogy ez a sorozat esetleg még folytatódni is fog, és talán mondjuk fel teljesítményünk a csúcsát. Kérném szépen a táblázatot. Ez a táblázat Milák Kristóf 100 és 200 méteres kiambúszás eredményeinek a fejlődését mutatja, hogy bizonyos években milyen életkorban milyen eredményeket ért el. Hát jól látszik az ugrásszerű fejlődés. És 2018-nál itt ez az 1.52.61, amivel a világranglistát vezeti. És ugye még hát hátra van a nyári bajnokság, és bízom benne, hogy még esetleg ugye a javulásra következni. Ha megnézzük, hogy Milák Kristóf sikereinek a titka, miben áll, hol lehet fejlődött ellen, mi az, amiben ő több, mint egy által úszó. A következő próbálom összefoglalni, egyrészt kiváló alkatjadottságai vannak. 192 cm magas, 82 kg, a karöltő több mint 200 cm, nagyon-nagyon fontos. Nagyon könnyű fajsúlya van, roppant könnyedén sikerül. Jó technikai érzék, ritmus érzék jelent, kiváló delfin, víz alatti delfin mozgással rendelkezik. Robbanékony, gyors, és ugyanakkor állóképes is. Tehát 100-tól 400-ig bármely számban indítható. Biztos, hogy benne, hogyha a hosszú távra állnak rá, szerintem ott is kiváló eredményeket tudnánk. Emellett van egy olyan képessége, úgy érzem, ami keveseknek adatik meg, ez pedig extra gyors regenerálódási képessége. Ez azt jelenti, hogy több sorozatterhelés, amikor több hangsúlyos versenyszámban is rajthoz áll, nagyon gyorsan tud regenerálódni, amit láttunk kint Amerikában is, amikor kivoltunk, nézték a lapták szintét a versenyzőknek 15 perc, 20 perc, 30 perc után, amíg a többieknek még jóval magasabb volt a lapták szintje, Kristófnak rögtön lement már majdnem pihentségi szintre. Tehát ez azt jelenti, hogy ő az energiáit sokkal, de sokkal hamarabb tudja újra csatasorba állítani, a következő versenyre is teljesen föl legyen töltőve, és ez óriási előnye. Ez nyilván egy született adottság, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát úgy érzem, ez az, ami a Kristófnál többek között magyarázat arra, hogy miért ilyen sorozatterhelésben mindig csúcs teljesítményt produkál. Kérném szépen a következő táblázatot, amely Kristófnak egy felkészülési ciklus láthatunk itt. Ez a második makrociklust választottam, amely pontosan itt a 14. héten a Debreceni Országos Bajnoksággal fejeződött be. Mit láthatunk itt? Ez a felkészülés, ez a 14 hét, így ezt nevezem makrociklusnak, ez 3-4 hetes rövidebb felkészülési blokkokból, ezek meziciklusokból terülik össze. Az elsőt nevezzük aerob állóképességfejlesztésnek, a másik a speciális állóképességfejlesztés, aztán a versenyspecifikus, majd a végén a verseny előtti formába hozó, és az utolsó héten, a 15. héten pedig az átmeneti vagy levezető időszak következik. És ha megfigyeljük ezt a 15 hetes ciklust, a fő cél a ciklus végén található a felnőtt országos bajnokság volt, amely március 28 és 31 között zajlott. Erre készültünk most.
ez az egész felkészülés arról szólt, hogy Kristóf próbáljon minden jobb formát produkálni a felnőtt országos bajnokságon. Ez úgy nézett ki ez a felkészülés, hogy a főverseny mellett három úgynevezett kisebb felkészülési verseny itt tartunk be a felkészülésével. Ez volt egy székesfehérvári verseny január végén, volt egy Svájcban, Münsterben rendezett nemzetközi verseny februárban, majd volt egy utolsó ilyen felmérő verseny Belgiumban, Lisbe, ahová kiutaztunk, közvetlen az országos bajnokság előtt. Emellett a három verseny mellett volt még egy edzőtábor, ami úgy érzem nagyon jó sikeredett. Ez Dél-Afrikában három hetes edzőtábor volt, Durbanben. Ide tudtunk kimenni, és jó körülmények között úgy érzem, jó munkát sikeredett végrehajtani. Ez is a magyarázat ahhoz, hogy tulajdonképpen Kristóf ilyen jó viszont úgy érzem a fő verseny. Ha megnézzük ezeket a ciklusokat, mi a jellemző, csak nagyon röviden, mert az idő nagyon meg, nem szeretnénk túlságosan részletesen belemenni, hogy mi a jellemző az egyes mezőciklusokra, milyen jellegű munkát végeztünk. A felkészülést, tehát rögtön elkezdtük december 27-én. Karácsonykor kapott 5-6 nap pihenőt, és utána egyből elkezdtük a felkészülést. Maradjunk még ez a táblában, még az előtt. Elkezdtük a felkészülést rögtön. Karácsony után, december 27-én. Az első 4 hetes ciklus, ami karrobáló képesség fejlesztés a fő a hangsúly, arra helyezik, mi jellemző erre az első 4 hétre? Hát először is a fokozatos mennyiségű növekedés. Ez azt jelenti, hogy hétről hétre egyre többet csúsztunk. Tehát az elején mondjuk az első edzések 4000 méterek voltak, a második héten 5000, 6000, és így mentünk föl. A másik, az edzés számnak a növekedése fokozatosan. Az első héten még csak egy vagy két reggel edzés volt, aztán 3, aztán 4. A másik jellemzője ennek az első ciklusnak, hogy az intenzitás csak közepes intenzitású. Nem jutunk erősen az első 4 hétben. Próbáljuk ezt a 140-150-es pulzus, ami egy közepes intenzitás zónába tartozik, ezt tartani. Lehetőleg jó technikával, tehát mindent, amit úszunk az első 4 hétben, az a jellemző, hogy próbáljunk jó technikával. Köszönöm, ha valaki nagyon intenzíven úszik, az bizony előbb-utóbb a technika rovására. Tehát tudatosan azt kérjük a versenyzőktől, hogy az első 4 hétben, ha lehet, minden méterükre próbáljanak odafigyelni, ne úszanak erős iramba, fogják magukat vissza, rendszeresen nézzük a pulzus, hogy lehetőleg ne menjen föl a pulzus. Természetesen, amire viszont nagyon figyelek én személy szerint, hogy már az első edzéseken is a gyorsasági fejlesztést állandóan szinten tartom. Szinte majdnem minden edzésen sprintelünk rövideket, 15 métereket, 20 métereket, 25 métereket, rajtal, ízbelindulással. Meggyőződésem szerint a gyorsaság fejlesztése nagyon-nagyon fontos szerepet kell kapni az a versenyzők felkészítésében. Én úgy érzem, hogy az a fajta hagyományos régi felkészítési szisztéma, ami arról szólt, hogy az elején csak a hosszú táv, aztán majd a főverseny előtt 3 héttel elkezdünk sprintelni, azzal ma már nem lehet komoly eredményt elérni. Legyen az középtávúszó vagy hosszú távúszó a tanítvány, érzésem szerint a rendszeres gyorsaságfejlesztésnek óriási szerepe van. A másik, ami nagyon fontos, a vegyes felkészítés. Az első 4 hétben úgynevezett saját úszásnemet szinte nem úszunk semmit, minimális, csak egy-egy sprint esetén. Minden úszásnemet egyformán úszunk. Tehát pillangó, hát, mell, gyors úszás, a hosszabb távok azok főleg gyorsan vannak. A leúszott távok nagy része közép vagy hosszú táv. Tehát nem az 50-100 métereket erőltetjük, hanem inkább 200-tól felfelé. 200-at, 400-at, 800-at, 1000-et. Amit külön kihangsúlyozok az első 4 hétben, az az erőfejlesztés. Tehát mind a szárazföldön, mind a vízben. Sok kar, sok lábfeladat, jó technikával ugyanakkor, ahogy mondtam. Ez jellemző az első 4 hétben. Hetente egyszer viszont, általában mindig a szombati edzésen, már az első 4 hétben gyorsági állóképességi feladat, tehát nagy pihenős rajtal mindig szerepel. Tehát ne csak az aerob kapacitást, hanem már az anaerob kapacitást is kezdjük fejleszteni, de csak heti egy edzéssel. A következő ciklus a speciális állóképesség fejlesztésének a ciklusa, vagy szakasza. Hát miért nevezem speciális állóképességnek? A különbség az előzőhöz képest, hogy a saját úszásnemnek az aránya jelentősen nem növekedik. Tehát a második 4 hetes fázisban az úszás egy jelentős részét már
az versenyzők a saját úszásnemet, tehát pillangósok pillangón, hátúszok háton, nem úszok mellemészik. Ez egy, a másik. Fokozódik az iram jelentősen. Elkezdődik a VO2 max maximális aerobkapacitásnak a fejlesztése. Tehát az eddigi lassú, szakaszos munka helyett a hangsúly kezd átterülni az intenzív, klasszikus értelembe vett szakaszos munka, intervall munkára. Ez azt jelenti, főleg a 100-200 méteres távokat alkalmazzuk. Hosszabb pihenővel. A pihenő majdnem eléri a munka fázisának a hosszát. Picivel a munkafázis természetesen hosszabb. Javuló széljákat úszó. Cél az, hogy próbálja az úszó megközelíteni a maximális pulzusát. Onnan engedjük vissza a pulzust 120-130, majd onnan lökik föl újból. Ezek fárasztó, nagyon-nagyon, ha jól csinálják a versenyt, csak példákat mondok, 20-tól 30-tól 100 méterek, egy 1.50-es, 2 perces indulása, kőkeményen letelik, de ha jól csinálják a versenyt, egy nagyon nagy javulás figyelhető meg, különösen 200 métertől fölfelé. Tehát a középtávú állatképes ragyóban fejlődik tőle. Következő a harmadik fázisunk, a versenyspecifikus. Versenyspecifikus alatt értem, én az én versenyzőm elsőben 100-200 méterre készülnek, de azért általában szoktam megfigyelni, hogy 400-on sem úsznak rosszul. Tehát nyilván nem hosszú távra készülünk, hanem inkább ez a 100-200 méteres táv. Ebben a fázisban, ahogy látszik, csökken a leúszott edzések távja, hiszen megnövekszik a pihenő. A mennyiség szempontjából a legtöbbet a második mezociklusban, a speciális állóképesség fázisában úszunk, kilométerben, ott érjük el a csúcsot. Onnan fokozatosan elkezdjük csökkenteni, viszont az intenzitás jelentősen növekszik. Tehát a speciális, versenyspecifikus felkészítés szakaszában főleg 50-100 métereket úszunk nagy pihenővel, rajtal, vagy vízből indulással. Kevesebb, ahogy mondtam, az edzésnek az összterjedelme, viszont az intenzitás jelentősen növekszik. Természetesen ugyanúgy az aerob munkát szinten tartják. Soha nem hagyjuk ki, amit korábban már kifejlesztettünk, de ahhoz, hogy valamit szinten tartsunk, ahhoz kevesebb is elég. Technikára továbbra is odafigyelni, és mintetet rendszeresen úgy. Majd következik az utolsó 2,5-3 hét, a verseny előtti formába hozó fázis. Ugye mi a fő jellemzője ennek? Hát az első, a legfontosabb az, hogy fokozatosan, jelentősen csökkentjük az edzéseken leúszott távot. Tehát például korábban még úsztak edzésenként 6-7000 métert, addig a formába hozás verseny előtti utolsó 2-3 hétben először 4000 méter, aztán 3500, 2500, és így megyünk lefelé. Tehát ez az egyik jelentős terjedelem csökkentés. A másik, az intenzív sorozatoknak az aránya jelentősen csökkent. Tehát például ilyen biomax fejlesztésnél, ha úszott 30-szor 100-at, az első héten utána már csak 20-szor 100, aztán 16-szor 100, aztán 12-szer 100, és így megyünk lefelé. Tehát amit kifejlesztettünk korábban, azt megőrizzük, de ahogy mondtam, ahhoz, hogy megőrizzük valamit, az jóval kevesebb mennyiség is elég. A cél az, hogy fokozatosan az úszó kipihenje magát, illetve az intenzív sorozatok, az a kevés, amit csinálunk, azt viszont megpróbáljuk a lehető legjobb hosszú pihenővel, ilyen tört sorozatok irány, tört sorozatok formájában, tehát például egy 200 méteres úszó 4x50-et úszik, vagy 2x50-100-at úszik, vagy 2 darab 100 métert úszik, ez mind-mind nagy pihenővel és a lehető legjobb eredményt próbáljuk elérni. Köszönöm, ez lett volna akkor a másik. Ez a táblázat egy heti edzés programot mutatna be. Hogyan készült Milák Kristóf a felkészítésének egy hetében. Ezt a heti edzés tervet, ezt a speciális állóképesség szakaszából vettem ki. Tehát nyilván most kivettem volna egy heti edzést, mondjuk a verseny előtti időszakból, az másképp nézett volna ki. Hát én ezt a fázist választottam, mindjárt elmagyaráznám. De mielőtt még elmagyaráznám, a feltételekről szeretnék beszélni, a tárgyi feltételekről. Milyen körülmények között edzünk mi ott Érden. Érden 25 méteres úszodánk van, 4 pályánk van, amit én tudok használni a Kristóféknál. Ez azt jelenti, hogy 5 versenyző van, és 3,5 pályán pontosabban, mert a szélső pálya az a lépcső miatt zavarva van, nem tudnak ott ketten úszni.
úgy érzem kitűnő körülmények. Én a 25-ös medencét én nagyon-nagyon szerencsésnek tartom, és hogyha a lehetőségem lenne arra, hogy 50 méteres medencében edzek egész évben, akkor sem választanám. A 25 méteres sokkal jobbnak tartom, elmondom miért. Érzésem szerint az edzéseket sokkal jobban lehet variálni, sokkal színesebbé lehet tenni, többet fordulnak a versenyzők. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az 50 méteres medencét hanyagolni kell, mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy egy évvel többször elmegyünk edzőtáborba, ahol mindig 50 méteres medencében edzünk, és úgy érzem a 25 méteres és a 50 méteres medencének a variálása az kitűnő formát eredményez a versenyzőknél, és nagyon-nagyon jól lehet őket készíteni. De még egyszer mondom, a 25 méteres medence nem lehet akadály annak, hogy valaki esetleg ne tudjon jó eredményt elérni. Az edzések mindig reggel 5 óra 45-kor kezdődnek, tehát 3-6-kor kezdünk, és 7-8-ig tartanak. Azért 7-8-ig, mert iskolába járunk, tehát én magam is főállagban testemben tanára vagyok, tehát 8 órakor tanítani kell, tehát 2-30-kor mindig befejezzük az edzést. A délutáni edzések úgy néznek ki, hogy 3 órától 4 óráig torna van, szárazföldi erőfejlesztés, majd 4 órától 6 óráig, fél hétig van az úszóedzés. Heti 10-et edzünk. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken dupla edzés van. Szerdán csak délután vagyunk egy edzés, és szombaton csak reggel vagyunk egy edzés. Ez a heti 10 edzés. Viszont a péntek reggel edzést általában mindig úgy szoktam szervezni, hogyha valaki fáradtnak érzi magát, akkor nyugodtan kihagyhatja a péntek reggel. Ez azt jelenti, hogy nincs két egyforma versenyző, ha valaki úgy érzi, hogy el van fáradva, akkor érzésem szerint sokkal szerencsésebb az, hogyha otthon marad és pihen, és délután feltöltődve jobban tud dolgozni, mint hogyha erőltetem a reggeli edzést is, és a következő edzésen nem igen tudjuk teljesíteni. Az edzői stábról annyit, hogy a vezetőedző, aki jó maga menni, van két kitűnő kollégám, akik besegítenek az edzések levezetésében, így az egyik kollégám Magó Gábor, aki a kisebbekkel foglalkozik, de besegít nálam is, és van egy kiváló masszőrünk, Ördög Gábor szemében, aki nagyon-nagyon sokat segít a gyerekeknek, hiszen rendszeresen kiváló szaktudással masszírozza őket, és így elősegíti azt, hogy a következő edzésre minél gyorsabban legalább állni tudjanak. No, de térjünk át most erre a heti edzés tervre. Ahogy mondtam, hétfő reggel milyen jellegű edzésekkel kezdünk? Hát általában a hétfő reggel az mindig csak ilyen könnyű, közepes iramok. Soha nem úszunk erősen hétfő reggel. Ilyen 140-150-es pulzussal elsősorban kar feladatokat hajtunk végre. Ez azt jelenti, hogy a lábukat ilyen lábgumival összefogjuk, tenyérellenállással úsznak, főleg gyorsan. Újabban alkalmaztam egy úgynevezett ólomövet, ami úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jól bevált. Ez egy sima slag, tulajdonképpen mert ólom van beleöntve, és itt a derékon össze lehet kapcsolni, ugyanúgy, ahogy a locsolót, a slagot rákattintjuk ugye a csapra, és ez körülbelül 2 kilós, és ragyogban lehet vele úszni, nem zavarja az úszót a tolásban, és ezt alkalmaztam, ezt próbáltam ki az elmúlt fél évben, és úgy érzem, hogy egész jó eredménnyel. Tehát még egyszer akkor a hétfő reggel az mindig főleg karfeladat, teával vagy ezzel az ólomővel, utána által mindig sprintek következnek, rövid távok, 15 méterek vízből 8-szor, 10-szer, 12-szer maximális intenzitással, utána által mindig a lábfeladattal fejezzük be. Én minden edzésen nagyon nagy hangsúlyt helyezek a lábfeladatra, érzésem szerint mi magyarok nem használjuk eléggé ki, sokkal többet kéne lábbal is úsznunk. Általában edzésenként 800-1000 méter lábat úszunk mindig. A hétfő reggel edzés az általában mindig 5-6000 méter között tudjuk teljesíteni, hiszen 7 óra 30-kor be kell fejezni az edzést. Természetesen, ha edzőtáborban vagyunk, ez nem igaz, ennél többet úszunk edzőtáborban, hiszen ott nem kell iskolába menni, több idő áll rendelkezésre. Hétfő délután a felegítés után, nem látok odáig tudom. Hétfő délután VO-max, vagy maximális aerob kapacitás fejlesztés következik be a programban. Ez azt jelenti, hogy az úszó kimondott a nagy intenzitással, amit az előbb említettem, 100 métereket, 100 és 200 métereket úsznak. Ez a fő program. A saját úszás nem szigorúan, javuló szériák, ez azt jelenti, hogy próbáljunk minél jobb eredményeket elérni. Minden eredményt felírunk pontosan,
hogy ki mennyit összehasonlítjuk az előző héten, ha azt meg előző héten, tehát mindig van egy jó kép, hogy tulajdonképpen a versenyzőink hol tartanak a felkészülésben, milyen eredményeket értek el. Ezt a VO2 Max, ami kimondottan intenzív szakasz, ezt mindig egy közepes iránduló sorozattal folytatjuk, tehát nem nagy intenzitással, ugyancsak láb. A hétfő délutáni edzés az mindig olyan 6-7 ezer méter körülbelül, ennyire szokott jönni. A kedd reggeli edzés az mindig egészen az a könnyed regeneráló edzés. Nem is használok stoppert, kimondottan az a cél, hogy a versenyzők regenerálódjanak, lazán, könnyedén úsznak, sok lábat úszunk, ilyen 1500-2000 méternek megfelelő láb, de nem intenzíven. Viszont a sprinteket, azt megint komolyan veszük, 25 métereket vízből, 8-szor, 16-szor, 25-öket teljes intenzitással, hosszabb pihenővel. Reggelent általában 4-5000 méter körül tudunk teljesíteni. Kedd délután egyenletes iramú, főleg gyors sorozatok, az úgynevezett anaerob threshold, vagy anaerob küszöb, az azt jelenti, hogy a pulzus ilyen 160-170 körül van. Ez nem túl erős iram, tehát ha valaki azt hinni az a név, hogy anaerob, ez kicsit zavaró. Valójában ez a jó közepes iramnak felel meg, tehát kimondottan azt kérjük, hogy a versenyzők ne görcsöljenek. 3-400 métereket szoktunk általában úszni, hosszabb, sok ismétléssel, tehát például mondom 10x400 méter, vagy 12x300 méter, vagy 20x200 méter, szép egyenletes iramban ez a fő feladat. Ezután megint ilyen arról feladat, ami nem erős, ilyen 140-150-es kurzussal, majd sprintek következnek a végén, rábbal fejezzük be. Megint csak ilyen 6-7000 méter körüli ösztáv, amit elhúzunk. A legjobb mindig a szerda reggel, mert az pihenő, azt nagyon szeretik a gyerekek, akkor nem kellene edzése. Szerda délután folytatódik a felkészülés. Szerda délután a fő feladat ebben a felkészülési fázisban a versenyiramú munka. És mit jelent ez a versenyiramú munka? Ez azt jelenti általában 50-100 méteres távokat nagy pihenővel, maximális intenzitással teljesítenek, ugye ez anaerob laktát jellegű munka. Ennek a célja az, hogy a közvetlen a versenyszámra, amire készül a versenyző, arra készítsük fel a versenyzőt. Mindig utána hosszú pihenőkkel, hosszú levezető úszásokkal, van utána egy közepes iramú aerob sorozat, megint csak láb feladat. Ott jeleztem a víz alatti delfint, egy héten háromszor mindig víz alatti delfint úszatok a versenyzőimmel, én úgy érzem ez nagyon fontos és nagyon sokat segít, és segített Kristófnak is, ez hol békatalpa, hol békatalp nélkül, mivel 25 méteres medencében dolgozunk, simán meg tudják csinálni, hogy ilyen 7-800 méternek megfelelő távot úsznak, egy levegővel át kell úsznunk a víz alatt, ez nagyon-nagyon fontos, és én úgy érzem, hogy ez legalább az a heti három, ezt mindenkinek tudnám javasolni, hogy próbáljátok meg, és biztos vagyok benne, hogy meglátjátok, hogy jó eredményt fognak elérni a versenyen. A szerdai edzés az mindig ilyen 5-6 ezer méter körül. A csütörtök reggel az hasonló a hétfő reggelhez, tehát csak közepes iram, nem úszunk erősen, sok-sok kar, megint csak felérelemással, buli, övadelékon, megint sprintek jönnek, 15 méter távok, sok ismétléssel, majd lábfeladattal fejezzük be, megint csak 5-6 ezer méteres össztávval. Csütörtök délután az hasonlít a hétfő délutánhoz, tehát VO2 Max klasszikus intervall munka, 100-200 méteres távok mindenféle gond, tehát fordításban körülbelül ilyen 2-3000 méter az, amit így össztávba így leúsznak ebben az intenzitás zónában. Tehát mindig ilyen könnyű, közepes iramat folytatjuk, lábfeladat, megint csak 6-7000 méter az, amit tudunk teljesíteni. Péntek reggel hasonló a kedd reggelhez. Csak regeneráló munka. Vagy kihagyja a versenyző a fáradt, vagy ha lejön, akkor könnyű, laza, regeneráló, alacsony pulzussal, csak a technikára figyelve, megint a lábfeladaton 1500-2000 méter, majd sprintekkel fejezzük be, 25 méterek vízből indulással, elrugaszkodással, 4-5000 méter tudunk teljesíteni reggel. A péntek délután az hasonló a kedd délutánhoz. Tehát gyors feladatok, 300 méterek, tehát például, amit mondtam, 12x300, egyenletes erős iramban, a pihenő körülbelül ilyen 30 másodperc körül, tehát viszonylag a 300 méterhez képest az rövid pihenő. Csak az utolsó ismétlést kérjük, hogy teljes erőben nyomják meg, tehát érzésem szerint, hogyha túl erősen kezdenek a versenyzők, akkor már nem tudja tartani azt a szintet, az nem jó. Tehát szándékosan az a cél, hogy próbálja ezt a egyenletes iramot, ezt az egyenletes erős iramot hosszú időn keresztül, legalább egy 45-50 percen keresztül tartani.
Ezután mindig könnyű alapfeladat következik, majd sprintek jönnek megint, lábbal fejezzük be az edzés 6-7000 méteres ösztával. Az utolsó, a két utolsó napja a szombati, szombat reggeli, ez megint hasonló a szerda délutánhoz, versenyiramú edzés, hosszú, könnyű bemelegítés után 50-es, 100 méteres távokat úsznak nagy pihenővel, tehát laktát edzés, anaerob edzés, ugye kimondottan az izomzatot nagyon-nagyon igénybe veszik, nagy oxigénadossággal, a versenyzők ezt általában nehezen tolerálják, viszont aki 100-200 méteret szeretné jól úszni, úgy érzem, ez nélkülözhetetlen, hogy már ebben a fázisban is a heti kettő anaerob jellegű munka. Ezután mindig hosszú, könnyű aerob munka következik, ilyen közép-hosszú távok, azért, hogy a laktát szinte minél előbb ugye csökkentsük, majd megint víz alatti delfin, és így jön ki körülbelül szombat reggelre ez az 5-6000 méteres táv. Hát ennyit szerettem volna egy heti programot bemutatni nektek, hogy hogy készülünk. Ahogy mondtam, minden fázisban más és más jellegű munka kerül hangsúlyozásra. Hogyha most az első ciklust vettem volna, az első mezociklust, akkor egy kicsit más jellegű lett volna. Ha az utolsót, a versenyt, az is más lett volna. A hangsúly mindig valamilyen képességfejlesztésre kerül át. Tehát az a lényeg, hogy szinte tudjuk, hogy mindent fejlesztünk, csak az arány nem mindegy, hogy melyikre helyeződik a hangsúly. Az általánostól haladunk a speciális felé, a vegyes úszástól a saját úszás nem felé, a könnyű közepes iramról a verseny iram felé. Ez a jellemzője. Én úgy érzem, a jó forma, a sok mindenem múlik, hogy valaki jól versenyzen jó formát. Az egyik legfontosabb, a megfelelő edzési intenzitás és a pihenőnek a kedvező aránya. Vannak laza, könnyed edzések, vannak maximális iramú edzések, vannak közepes iramú edzések, vannak versenyiramú, teljes erővel hajtott edzések. Ezek is a regenerálódás, ennek a kedvező aránya fogja a jó formát biztosítani. Nyilván a kérdés az, hogy kinél, milyen formában. Ez a legnehezebb. Nincs két egyforma versenyző, nincs két egyforma test, nincs két egyforma szervezet. Egy utolsó filmbejátszás kérdék szépen, és talán akkor nem futottam ki. Ez a most Debreceni Országos Bajnokság 200 méteres pillanatúszás döntője, ahol Kristóf majd meglátjuk, hogy fogjuk. Thank you.
Láttuk, 52-71-et húzott ezzel a mai napig a világranglista vezető a Kristóf, és hát nagyon bízom benne, ahogy mondtam, hogy ez a sikersorozat talán folytatódik a is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak! Teljesítik az edzést, vagy van-e olyan, amikor érzed, hogy nem úgy megy, olmos csak fáradtak, és akkor enged, lazábra veszed, hagyod, hogy egy kis játék legyen. Maximálisan jó a kérdés, én úgy érzem, gyakorló edzők rendszeresen találkozunk ezzel a problémával, hogy a terv az csak a papíron létezik, amikor megtervezzük, a valóság az, ami a medencében ott fog zajlani. A versenyzőnek a pillanatnyi állapotától nagyon sokszor függővé teszem, hogy mit követelek tőle, vagy mire képes a versenyző. Én csak ismételni tudom önmagam, ha úgy érzem, hogy fáradt a versenyző, akkor inkább hagyom. Még olyat is megcsinálok, természetesen, ha valaki látom, hogy nagyon szorgalmas, nagyon motivált, és szeretne jól úszni az edzésen. Az edzés eredményei nem olyan jók, akkor kiveszem a vízből, és azt mondom, hogy akár hidd el, hogy meggyőzöm, hogy jobb, hogyha most pihensz, vagy akár hazamész és kihagysz egy edzést, vagy beküldöm az egyik szélső pályára, és csak egészen lassan úszhatom annak érdekében, hogy minél gyorsabban regenerálódjon. Mert érzésem szerint akkor teszek a legjobban a versenyzőnél, hogyha a legoptimálisabb állapotban tudja végrehajtani az edzést. A túledzettség, ez ma már elég gyakran előfordul a mai élsportban, nagyon-nagyon nehezen lehet pontosan bemérni, ezek a gyerekek iskolában járnak, óriási felelősség van rajtuk. Tehát nekünk edzőknek úgy érzem, hogy érdemes hallgatni a versenyzőkre, érdemes figyelni a jelekre, amit ezek a versenyzők produkálnak. Köszönöm. Egy kérdés, tessék. Igen, jó a kérdés, sajnos az időből kifutottam, azért nem maradt már rá időnk. Egy héten négyszer tornászunk, szárazföldi edzést folytatunk. Ez mindig a délutáni edzés előtt van. 3 órától 1 órás a szárazföldi felkészítésünk, hétfő, kedd, csütörtök, péntek. Szerdán és szombaton nincs szárazföldi edzés. Az 1 órában benne van természetesen a körülbelül 10-15 perces nyújtólazító gimnasztika is, tehát maximum, amit erősítéssel töltünk, azt mondanám, egy jó 30-40 perc. Az erősítés az többféle formában zajlik. Hétfőn és csütörtökön általában súlyzós gyakorlatokat végzünk. Tehát a fekvenyomástól kezdve különböző súlyzós gyakorlatok, saját testsúlyjal, húzózkodás, fekvőtámaszok, különböző szögdelések, bubolások, homokzsákkal, lépcsőzés, ugrókötéllel elvégzett gyakorlatok. Tehát ez általában mindig a hétfő és a csütörtöki torna. A kedden általában medicinlabdával szoktunk dolgozni. Párokban ilyen 4-5 kilós, inkább 5 kilós medicinlabdával mindenféle dobások, hajítások, vetések, fejfülő, oldalról, háttal felállással, rengeteg felülés, több száz felülés labdával, lábemelések, statikus formában, úgy érzem, ezek a medicin labda gyakorlatokat, lökések egy kézzel, két kézzel nagyon-nagyon hasznosnak tartom, és dinamikus erőt fejleszt a versenyzők, nagyon-nagyon fontosnak tartom. A pénteki edzés az általában van úgy, hogy cirkuláredzés, ugye több állomás, 4-10 állomás jelölök ki, és 30 másodpercet dolgoznak, 30 másodpercet pihennek, tehát mindig 1 percre indulnak, és az a 30 másodperc alatt mindig egy alaré mennek. Tehát úgy állítom össze az állomásokat, hogy a fő bizom csoportokra, tehát hasizom, lábizom, karizom,
mindenféle gyakorlattal, és azt körülbelül csináljuk akkor 40 percen keresztül. A szív folyamatosan így, az azt jelenti, hogy elég jó hatással tudnak dolgozni, és bizony folyik róluk a víz, mire a 40 perc végre érünk. Aztán még néha elő szokott fordulni, hogy TRX-el nézünk gyakorlatokat, ez nem rendszeresen, illetve vannak nekünk ilyen úszó ergométer, ilyen Amerikából beszerzett, azt hiszem több klub is alkalmazza ezeket. Ezeket főleg verseny előtt szoktuk, amikor már inkább ilyen speciális jellegű erőfejlesztés van, akkor szoktuk alkalmazni. Bár megmondom őszintén, mostanában ezek a gépek eléggé rossz állapotban vannak, nehéz hozzájuk beszerezni az alkatrészeket, azok a magyar alkatrészek, amivel helyettesítettük, nem voltak olyan tökéletesek. Most ebben a felkészülési ciklusban eléggé keveset használtuk. Sima egyszerű gumikötélt legalább olyan jónak tartunk. Tehát az önében én nekem az a véleményem, bár nyilván biztos ez csak az én saját privát véleményem, hogy az erőfejlesztésnél minél többféle gyakorlat, minél több eszköz, annál hatékonyabb és annál hasznosabb. Igen, ott van még egy kérdés. Megkapjuk a ugyanezt a kérdést. Felhasználom. A szerdán és a szombati egy vaksátról kérdezett. Vaktár, tehát például, hogyha 100 métert úszunk napihenő, hogy maximum az a 8x100, annál soha nem megyünk följebb. Ha 50-eket úszunk ilyen 1.15-es, 1.20-as indulással a vízből, ott 10x50 mondjuk 2 cége van, tehát az összesen mondjuk 1000 méter. Ennél többet nem szoktunk soha. A 100, igen, a 100 az 5-6 perc között, tehát hogyha leúszza, utána kap mondjuk egy 200 méter levezetést, és utána fog újra rajtozálni, az körülbelül 6 perces indulással. A levezetésre gondol? Kétszázat levezet, és utána kiül, és utána valamit a még egy percre körülbelül ennyi. És ha lehet, ezt igyekszünk javuló széljáról. Igen? Azt, hogy ha 8-os százat úszik... Bocsánat, mert egy személyen kérdezett, mi halljuk. Azt kérdezte Ramaszkozói, hogy miért csökkenő sorozatokat? Miért csökkenő sorozatokat? Tehát a lényeg az, hogy tanulja meg a versenyt ott is egy picit beosztani az erejét. Tehát nem jó az, hogyha mondjuk a negyedik után legjobbját úsz, és utána egyre gyengébbeket úszik. Tehát igyekszünk arra törekedni, hogy pici javulásai természetesen, tehát nem másodperces javulásokról van szó, hanem ha lehet, az utolsó kettő legyen a legjobb. Erre próbálom őket. Tehát egy picit az elsőknél, egy picit visszafogja magát. A másik, amikor csőmagszak kiúszza magát már az első 3-4, és utána jóval gyengébbeket úszik a végére. Én szerintem az előző, az talán hatékony. Az elején is van, csak egy kicsit óvány. El kell mondanom, Szerves Szatiláról, hogy értek végzett, egyik legjobb hallgatom volt még egy-két év tüzettel ezelőtt. Ez rám vonatkozva is a tüzkeség, de olyan hallgató volt Szatkétős, már akkor a biztos választott, aki mindig ott volt a tanszéken, mindig kérdezett, már akkor a szakirodalmat követte, és hallatlanul jó érzés, amikor egy ilyen előadást hall az ember, és azt hiszem megalapíthatjuk, hogy 2017-ben nem csak világklasszis úszó, hanem egy világklasszis páros született. Egyszerű és versenyző. Attila, köszönöm. Beszélő rutin.